Ennek a nyíregyházi idős hölgynek megdöbbentő története még 2010-ben férje halála után kezdődött. Kérte, arcát nem utassuk. Lakásában egyedül maradt, majd 2012 végén rokonai tanácsára saját nyíregyházi ingatlanát eladta és a jó tanácsot adó közeli hozzátartozókhoz költözött. A lakáseladási szerződés aláírása után az egyik rokon, akinél a hölgy élt, a ház után kifizetett összeget eltette, ám azt az idős nő sohasem látta. Az özvegy alig fél éve töltött a rokonoknál 2012 és 2013 között. 35 ezer forintot adtam le minden hónapban, jött velem, amikor felvettem a nyugdíjamat. És nem jó volt a viszony, mert annyira megromlott, hogy egyszerűen el kellett jönnöm onnét. Az özvegy így végül 2013. júniusban elköltözött jelenlegi albérletébe, ezért rezsivel együtt havonta közel 53 ezer forintot fizet. Miután rokonaitól eljött, többször felszólította őket, adják vissza eladott lakásának árát, amit még 2012 végén elvettek tőle. A lakás 5 millió 8-ért adtam el, az autót csak elvitték arra, hogy használatra, azt nem adtam el nekik, és hogy ebből 3 millió ment le, 2 millió 8-at elvitt haza, én azt nem is hoztam a lakásra, és ezért kértem vissza, hogy adják vissza, amikor megromolt a kapcsolat, és nem adták vissza. A pénzt mai napig a bíróság megítélte, de most sem. Mivel a rokonok nem adták vissza a pénzt, 2013. júliusában az özvegy ügyvédet fogadott és pert indított, amit végül 2015. októberében meg is nyert. Most a 33 ezer forintos végrehajtási díjat kellene kifizetnie, de ezt havi nyugdíjából nem tudja teljesíteni. Egy általunk megkérdezett független ügyvéd megerősítette, hogy a végrehajtási díjat minden esetben a végrehajtást kérő fizeti, viszont személyes költségmentességet lehet kérni a bíróságtól, ha bírósági szakasz előzte meg a végrehajtást. Ezt egy éven belül kell teljesíteni, különben irattárba kerül az ügy. Ezután még 5 évig van lehetőség kifizetni a végrehajtási díjakat, ezután viszont már elévül a végrehajtási jog. Sok esetben azonban nehéz az adósoktól behajtani kisebb és nagyobb összegeket egyaránt. Elsődlegesen a munkabérre, illetve rendszeres jövedelemre lehet végrehajtást vezetni, hogyha sem munkabér, sem rendszeres jövedelem nem áll rendelkezésre ugye az adós részéről, akkor ingóságot lehet foglalni, tehát ingóságból is megtérülhet egy tartozás, legvégső pedig az ingatlan végrehajtás, hogy valakinek az ingatlanát árverezik-e, hogyha van ingatlan tulajdona a tartozás fejében. Ha 5 év alatt szintén nem történik végrehajtási cselekmény, tehát nem találnak sem adósnak vagyonát, sem ingatlanát, akkor továbbra is elévül a végrehajtás. Ilyen esetekben a legvégső megoldás, ha majd az adós nyugdíjából vonják le a tartozást, feltéve, ha az adós kap majd nyugdíjat. Az általunk megkeresett ügyvéd azt tette hozzá, egy-egy eljárás akár évtizedekig is tarthat.